Halihó. Van ott valaki? Na mindegy. Steak. Én szerintem nagyon állat lett. Baszta kurva élet. Steak, sokszor ugyanúgy csinálom, leginkább reverse sear, de kell a változtatás. És akarom még többször nagyon másképp csinálni, és ez most így fog történni. Nem az én módszerem, fogalmam sincs, hogy működik-e, nem próbáltam még ki. Kifejezetten ribájra, kifejezetten vastag és zsírokkal gyönyörűen átszőtt ribájra vonatkozik elméletileg ez a módszer. Lassú, nagyjából fél óra alatt van kész. Nézzük, hogy igaz-e. Én még az a régi vágású figura vagyok, kell hozzá köret. Én szeretem azt, hogyha van hozzá valamit tenni, de most nem akarok megszokott köretet hozzá, és legutóbb kóstoltam egy céklát petrolban. Kurva jó. És én azt meg akarom csinálni. Nem biztos, hogy sikerülni fog, de most én megcsinálom, és ahhoz, hogy ez működjön, kamadó az éppen most másokból kifolyólag megy, fogok egy egész fej céklát, nem kell hámozni, nem is tisztítom, semmit nem csinálok vele, egészen egyszerűen csak becsomagolom, és irány a kamadó, de lehet a sütőbe, mehet bárhova. Nyilván most csak azért teszem be a kamadóba, mert egyébként is járt korábban, felvett egy másik videót, és amiatt ez be van fűtve, de hogy füstöt nem fog felvenni a csomagolás miatt, úgyhogy innentől kezdve mondom, bárhova mehet be. Becsomagolom, és még az idő sem számít, meg a hőfok sem számít. Egy a lényeg, kicsit megpuhuljon. Ha ezt 120 fokon csinálom, akkor körülbelül 4 órát fog tartani, ha még 180-on vagy 200-on, akkor nagyon bőven megvan egy óra alatt is. Az a lényeg, hogy puhuljon, és a benne lévő cukrok azok karamellizálódjanak, mert kell a végeredményhez, úgyhogy csomagolás. Először kész akarok lenni a köret elemeivel, úgyhogy a lehető legegyszerűbbel kezdem, amivel később nem akarok foglalkozni. Kínoa, én ezt soha az életben nem ettem még, kivéve a múltkor, amikor ezt a céklát kóstoltam, rohadt jó volt. Mármint az egész volt rohadt jó, úgyhogy üveljük fel, hogy megpróbálom a szolgai módon lemásolni, úgyhogy most a kínoát fogom lepirítani, akkor kezdjük! Teljesen száraz serpenyő, nincs benne semmilyen zsíradék, finoman disztingváltan, egy pici színt adok a fehér kinoának, hogy ne legyen fehér. Ez nagyon vicces. Nem csináltam még sosem ilyet. Valóban roppanós elem lesz belőle, és jó, kellemes íze van. Hogy ne süljön tovább, meg ne pattogjon tovább, az egészet átdeponálom egy ilyen kis edénykével, aztán folytatjuk a többivel. Oké, akkor jön a tejfölös szúcska-mucska, én ebbe teszek tejfölt, meg egy pici tejet, mert teszi leszem, hogy nincs itthon, összerázom és kész, és ezzel fogom gyönyörűen megküldeni majd a cékla tetejét, éppen hogy csak az íze miatt. Semmilyen plusz íz nem teszek bele, majd a végén még egy pici maldonnal, vagy valamilyen sóval megszórom. Jöhet bele a tej, nem kell túl sok igazából, az a lényeg, hogy valamilyen szinten ez egy ilyen folyékony, vagy részben folyékony eleggyé váljon. Jó. Kínoa, tejföl, cékla sül kint, úgyhogy ideje foglalkozni a hússal. Galiciai szőke, szárazon érlelt ribáj, gyönyörű vagy, és ez az illat, imádom, ez a diós illat, ami a tényleg a száraz érlelés egyik sajátja, ez valami semmi mással össze nem hasonlítható, és igazán brutálisan incsiklandozó történet. Tegnap este a hűtőben pihent, és ma hajnalban kivettem, hogy szobahőmérsékletre sikerüljön fölhozni a hőmérsékletét. Az a lényeg, hogy hűtőhideg hússal nem lehet dolgozni, nem szabad grillezni hűtőhideg húst. Hát egyre nehezebben beszerezhető húsdarabról beszélünk, és pontosan ezért vagyok úgy, hogy ezt rohadt jól meg kéne sütni. Nagyon vastag, több mint 5 centi vastagsága, de szerintem gyönyörű. Kemencében sütöm meg, tüzet rakok, de nem kell nagy hő hozzá. A döntés megszületett, nem sima sóbors fokhagyma kerül rá, hanem egy SCR-rabot teszek hozzá, mégpedig őt, úgyhogy megküldjük szépen. Jaj, de gyönyörű vagy, jaj, de gyönyörű vagy. Nem akarom, hogy tapadjon ács, úgyhogy mielőtt betenném, étolajjal gyönyörűen átkenem az összes rácsot, aztán kész. Oké, ez megvan, mehet be a kemencébe. A lényeg ennek az egésznek, hogy megpróbáljuk a maghő emelkedésének a folyamatát a lehető legszorosabb kontroll alatt tartani, és ezt pedig olyan módon érem el, hogy folyamatosan leveszem, pihentetem, visszateszem. 5 perces sütési etapok vannak benne, és az első 5 perc az úgy néz ki, hogy 30 másodpercenként fordítás. Ha véletlenül, és a ribály ez hajlamos erre, ráadásul ez a ribály, ez egy galiciai szőke, érlelt ribály, ez meg aztán végképp, mert olyan gyönyörű zsírok vannak rajta, hogy
folyamatosan begyulladt, legalábbis volt olyan videó, amikor próbáltam egy Oni kemencébe megcsinálni, nagyon magas hőfokon, az teljes kudarc volt, nem volt jó a történet, illetve jó lett a végeredmény, de azért mégsem az, mint amit én szerettem volna elérni. Na de, ezt most egy sokkal alacsonyabb hőfokon, 205 és 240 fok közötti hőmérsékleten fogom sütni, 30 másodpercenként forgatás, 5 perc, leveszem, 5 perc pihenő, majd újra vissza. A hőtartás folyamatos kontrollja és a folyamatos pihentetések, azok egy nagyjából 30 perces etap alatt meg fogják hozni azt a végeredményt, amikor is elkészül és gyönyörű medium rare fog megsülni a ribájunk, mindenhol szaftos, kívül gyönyörűen pirult, belül pedig amilyennek lennie kell. Egy 54 fok alatt egy picivel fogom, leveszem, és ott vége az egésznek. Általában még menni fog a hőmérséklet, úgyhogy vigyázni kell, hogy túlmenjen. Hallihó, elméletileg elkészült, ez késült, hússal meg vagyunk, mindenre meg vagyunk, úgyhogy nincs más dolga, mint hogy összeállítok egy tálat, hát vagy egy tányért, és akkor aztán kóstolok. Úgyhogy először is cékla. Jaj, de gyönyörű lesz! Jaj, de szép vagy, kis barátom! Jöhet a pirított kinoa. És most jön a lényeg, fölvágjuk a húst. Ami azért nagyon durván néz ki. Csontokat levágjuk. És akkor szeletelünk. Jaj, de jó! Jaj, de gyönyörű vagy! Édes jó Istenem! Isteni sárga zsírok vannak benne. Hát ez ennek a galiciai szőkének a sajátja. Ez egy csoda. Tényleg az. Hú, basszus kulcs. Hát ezek állatok. Meg én is. Ez gyönyörű. Fotó, aztán kóstolás. Kész! Lehet kóstolni, és megnézzük, hogy ez a módszer mit ad hozzá az én sztikekkel kapcsolatos elképzeléseimhez és lehetőségeimhez, úgyhogy nézzük meg, hogy kemencében, végre sikerült annyiban, hogy nem égett szarrá az egész, kemencében mit lehet sztikkel csinálni ezzel a módszerrel. Szaftos, puha, de jó. Állatok között is hozzá, már két dolog hiányzik, pontosabban egy, de mindegyikről. Még só. Nézzük itt sózva. Saláta. De most már kerek az egész. És a hús. Ez kurva jó. Oké, szóval akkor vegyük át. Mintha szúvidolnánk. Magyarul próbálunk egy nagyon-nagyon stabil hőfokot tartani a végeredmény érdekében, de ez a hőmérséklet, ez így a lehetőségekből és a körülményekből adódóan sokkal magasabb. 200-230 fok környékén sütünk, finoman, direkt tűz soha ne érje, 5 perces etapok, 5 perc grillezés, 30 másodpercenként forgatva, majd 5 perc pihi. Újabb 5 perc grillezés, forgatva, 30 másodpercenként, majd újabb 5 perc pihi. És amikor elértük az 54 fokot, akkor ágy, stop, kész, levesszük, mindent eldobunk, és hagyjuk pihenni még a húst, közben összeállítjuk a köretet. 160 fokon ment egy jó 2 órát egyébként, amíg elkészült, fantasztikusan krémesre, céklában lévő cukor, az karamellizálódott, és kicsit az almára hasonlító ízeket hoz ki belőle, szerintem rohadt jó. És van létjogosultsága ennek a sütési módszernek, főleg akkor, és főleg azért, hogyha még véletlenül sem akartok túlmenni, és mindent kontroll alatt akartok tartani, akkor ez egy tökéletes módszer erre, és mondom, nem kell hozzá kemence, tehát ezt megcsinálhatod benne a sütőben is. Az a lényeg, hogy folyamatosan tartva a hőfokot, vigyázva, hagyni időt neki a kiegyenlítődésre, pihenni, pihentetni a húst, a végén egy tökéletes vagy közel tökéletes végeredmény fog kijönni. Úgyhogy használható a módszer, kell is használni. Jó, hogy bemutathatom nektek is, jó, hogy én is megismerkedhettem vele. Ha tetszett, akkor légy szíves, dobjatok egy lájkot, és ha úgy gondoljátok, hogy van a csatornának létjogosultsága, akkor légy szíves, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt is, mert tudni fogtok minden új videóról, és ha így van, akkor találkozunk még. Sziasztok!